Az új vasúti szolgáltatónál visszalépés történt a kétnyelvűsítés területén. Hiányoznak a kétnyelvű feliratok a vonatokból, és a hangos bemondó sem mondja be magyarul az állomás neveket. A kisebbségügyi kormánybiztoshoz több panasz érkezett ezügyben. Horony Ákos levélben fordult a cég vezetéséhez, és kérte, hogy az utastájékoztatás kétnyelvű legyen. Ahhoz, hogy magyarul is, vagy több nyelven be tudják mondani az állomás neveket és a megállók neveit, ahhoz nekik szoftver frissítést kéne elkövetniük, amihez viszont nincs megfelelő forrásuk, ezért ők arról biztosítottak, hogy ezt meg fogják oldani majd akkor, hogyha az állam több pénzt fog a számukra nyújtani. Hogyha egy olyan területen keresztül működnek, vagy biztosítanak ilyen szolgáltatást, ahol 10 utasból 7 mondjuk magyar anyanyelvű, akkor ez nem is kéne, hogy kérdés legyen. A kisebbségügyi kormánybiztos a közlekedési minisztériumban is tárgyalt, hogy előrelépés történjen. Az állami szlovák vasúttársaságnál ugyanis korábban a hangos bemondás két nyelven történt. Én azt javasoltam, hogy a korábbi hangfelvételek, amik nagyon jó minőségűek voltak, hogy ezeket juttassák el a számukra, közvetítsék oda, hogy használni tudják. Ígéretet kapott arra, hogy ez meg fog történni. Továbbá a szlovák közútkezelő és karbantartó vállalatot is felszólítják, hogy a közlekedési táblákon az úti cél a kisebbség nyelvén szintén ki legyen írva, amit a törvény engedélyez.